kívánok mindenkinek. Olyan szép, hogy ilyen jó ez a technika, nem kell. Bár be lehetne beszélni a teret valójában, enélkül is, de ez talán kellemesebb. Taros István vagyok, a Pécsi Tudományegyetem Nemzetközi Igazgatóságát vezetem. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Egy újabb impozáns fotókiállítás megnyitóján, az Egyetem Tudás Központjában, egy megszokott helyszínen, amely minden bizonnyal marad is egy fontos helyszíne, a Nemzetközi Évad Előadás és Kulturális Interkulturális Rendezvénysorozatunknak. Ezt a Pécsi Tudományegyetem most már bő 6 éve szervezi, és a célja ennek az előadássorozatnak az, hogy a Pécset, az egyetemen tanuló külföldi diákok kultúráit vigye el minél szélesebb körben az érdeklődő városiaknak, illetve ismertesse meg egyébként a várost, a térséget az itt tanuló diákokkal, pontosan lehetőséget kínálva mindenféle interkulturális találkozásnak. És az ilyen interkulturális találkozások nagyon sokat rejtenek. Én azt hiszem, hogy ezek a képek is erről adnak majd tanúbizonságot. Juhász Balázsról beszélünk, Juhász Balázs fotográfus kiállításáról, mégpedig Alattam a Föld, Fölöttem az Ég címet viselő kiállításáról, amelyhez kapcsolódóan, hát el tudom mondani azt, hogy nagy sikerű előadást követően, mert a Művészetek és Irodalomházában tartott meg tavaly, idén tavasszal ráadásul, hát most egy újabb lehetőséget kínáltunk annak, hogy bemutassuk ezt a fantasztikus látásmódot, amivel ő rendelkezik. És látásmódon ő nincs most mellettem. Nagyon szerettük volna, hogy itt legyen Juhász Balázs maga, de ő járja a világot értelemszerűen ez a dolga. Lencse végre kapja azokat a meghitt pillanatokat és izgalmas pillanatokat, amelyek megragadják őt. És most egyébként hát a Dolomitokban van, és onnan üdvözöl szeretettel mindannyiunkat, ugyanis nagyon sok ilyen típusú kiállítást megelőző utakon vesz részt, és megpróbálja átadni ezeken a szervezett utakon, oktatva ugye az odaérkezőket igazából arról, hogyan ő látja a világot. Több sikeres könyv szerzője, fotóit hazai és nemzetközi kiállításokon is megtekinthették már, Budapesttől Párizson és Delhin keresztül egészen Tokióig. Második könyve, Az álmom India nyitotta fel szemét a gyorsan változó világra, az eltűnő félben lévő kultúrákra, és azóta feladatának érzi ezek megörökítését, az értékek megőrzését. És 2012 óta szervezi, tehát 10 éve ezeket a fotótúrákat a világ különböző tájaira, kultúráiba. Harmadik könyve, mely szülőföldjét, szűkebb régiónkat mutatja be, 2018-ban jelent meg Kincses Baranya címmel, és hamarosan ezt követte 2021-ben az átváltozás, a Nagy Busó könyv, a negyedik saját albuma. Aki munkásságával és személyével behatóbban is megismerkedne, az egyetemünknek van egy YouTube csatornája, ez a PT1367, ott meg tudja tekinteni az idén tavasszal tartott előadását, és a mai kiállítással kapcsolatban szintén behatóbban tudja ezt megtudni. A kiállítást ezennel nagy szeretettel megnyitom, és hát arra kérem önöket, hogy aztán legyenek a vendégeink, egy kis frissítőre, egy pohár borra. Köszönöm szépen!